Sziasztok, Laci vagyok a Tech nézitek, és ez itt a ROG Phone 8 Pro, amit így elég vicces kimondani, de a korábbi évekhez képest ez valami egészen új. Az asus eddig az volt a szemlélet, hogy a legjobb gamer mobilokat adják a felhasználóknak, most viszont az új koncepció a ROG Phone 8 szériával indulva, hogy az egyik legjobb felső kategóriás telefont adják a legjobb gamer funkciókkal megsvékelve. Kicsit más a megfogalmazás. De mi a különbség? Nos, mellett, hogy megtartották a kiváló közönségkedvenc gamer funkciókat, a zseniális hangszórókat, az oldalsóravaszokat és az opcionális hűtőt, megkapta a csúcstelefonoknál már alapnak számító tulajdonságokat, mint az LTP kijelzőt, az IP68-as vízállóságot, a vezeték nélküli töltést, illetve a design is sokkal jobban hasonlít egy hagyományos telefonra, leszámítva persze a rejtett kis apróságokat. A készülék dobozánál abszolút megmaradt a gamer jelleg. A Rockfon 8 Pro mellé megkapsz mindent, 65 wattos töltőfejet, szőtt USB-C kábelt és az Aeroactive Cooler X hűtőt. Azonban még mielőtt félredobad a dobozt, érdemes nézni ebbe a kis fakba is, ugyanis itt még lesz egy fekete műanyagtok is. A beüzemelés alatt a telefon végigvisz egy demon, ami a megjelenítési minőségen kívül a hangszórókat, illetve a vibramotort is demonstrálja, mind-mind egyébként lenyűgözően jó. Szóval a design. Ha megnézitek az előző generációkat, mindegyiknél ott van a sarkos vonalvezetés, az RGB logó, a szögletes motivumok, ugye ez a gamer jelleg, az új széria ehhez képest merőben más. Mondjuk a sima Rockfon 8-nál meghagyták az RGB-s logót, de a Pro modell új pontmatrixos hátlapi kijelzőjét, ha nem szeretnéd, akkor nem látod, így pedig elég letisztult a is, Hogy Mind mutasson ez a kis panel, azt természetesen testre lehet szabni, akár műveletnek, illetve állapotnak megfelelően, hogy például töltés, bekapcsolt képernyő, fényképezés, rögzítés, vagy éppen játék közben mit mutasson. Alapból van pár előretelepített opció, de egyéni rajzot vagy szöveget is kitehetsz a hátlapra. Van egy inkább vicces funkció, a ROG Together, hogyha összeérinted a készüléket egy másik ROG 8 akkor egyedi gifeket oldhatsz fel a hátlapi kijelzőre. Annak az esélye, hogy egyrészt két félmillás Phone 8 Pro tulaj Magyarországon véletlen összefut, hát erősen közelít a nullához, de ha mégis így lenne, akkor van egy ilyen funkció. Az új Sandstone mat hátlapon az új nyomatok kicsit sem látszanak meg, ez mindenképpen előnyös, de én kicsit csúszósnak érzem, szóval a tokot mindenképpen jó ötlet használni. Az előthöz képest egyébként vékonyabb is lett, alul megmaradt a jack csatlakozó, két USB-C is van rajta, az oldalson is tudod tölteni, de ugye ide csatlakozik az Aeroactive Cooler X hűtő is. A túloldalon vannak a szokásos, responszív és nyomásérzékeny ravaszfelületek, tehát sok mindent örökölt a készülék, de újított is, mint a már említett ip 68 at illetve az üveg is most már Gorilla Glass Victus 2, az elérhető legjobb. Feloldani a még mindig gyors optikai újdonyomat illetve a 2D-s arcfelismerővel lehet, illetve mutatom, hogy milyenek a hangszórói. Van egy még eddig nem említett változás, ami már feltűnhetett, és ennek nem biztos, hogy mindenki örülni fog. Szakítottak a hagyománya, most már nem a kijelző fölött van a kamera, hanem mint a legtöbb csúsztelefonnál, vékonyabbak lettek a kávák, és a kamera bekerült a kijelző vonalába, szóval ilyen kijelző lyukas megoldás lett. Engem őszintén nem tud zavarni, de abszolút meg tudom érteni, akit igen. Az új előlapi megjelenés mellett a kijelző is természetesen fejlődött. A mérete az maradt 6,78 százas hüvelyk, plusz felbontású és 165 Hz, viszont egyrészt a csúcsfényerő 1500-ról 2500 nitre nőtt, valamint most már LTPO kijelzőt használtak, így 1 és 120 Hz között adaptív módon frissül, de 165 Hz-en is használhatod. A képfrissítést annak megfelelően szabályozza, hogy mennyire fényes éppen a kijelző. Szóval, ha kb. maxon használod, akkor egy hercig is lemegy, durván 60-70 nál 24 hercig, alacsony fényerőn pedig a legtöbb esetben marad 120 hercen, még a statikus képeknél is. A kijelző tehát láthatóan és lényegesen jobb lett. A szoftver Android 14, és ahogy eddig is, kiválaszthatod, hogy a ROG UI-t vagy a Zen UI-t szeretnéd használni. Rengeteg testoszabási lehetőség van a rendszerben, az új animációtól kezdve a különböző kézmozdulatokon át, egészen az Ertriggerek játékokon kívüli használatáig. Appokat és funkciókat hívhatsz elő, ha összeszorítod a telefont, vagy ha hosszan nyomod mindkét felületet. Rengeteg mindent fel lehetne sorolni, de akkor sosem lenne vége a videónak. Ami nekem külön tetszik, hogy a rendszerbeállításoknál van egy gyári Android, illetve egy Asus optimalizálás opció. Ki tudod választani, hogy melyik megjelenést szeretnéd használni hangerőszabályzásnál, hívásoknál, záró képernyőn és például a gyors beállítási panelen, szóval az Asus nem erőlteti rád a saját felületét. Térjünk rá a hardware ami természetesen szintén új, mint a legtöbb új generációnál. A telefon szíve a Snapdragon 8 Gen 3 processzor, a sima és a Pro modellben is egyaránt, a Pro-ból viszont van 24 GB ram és 1 TB tárhelyel felszerelt verzió, ami egészen elképesztő, ez van nálam is, de Magyarországon a 16 per 512 GB-os kiszerelés lesz a maximum. Az új hardware egyébként nyilván jobb hűtést is igényel, főleg, hogyha belövöd az X-módot, ami teljesen szabadjára engedi az erőforrásokat. Az előtt szellőző nyílásos megoldását a vízállóság oltárán feláldozták, de a beépített hűtést egy részalapú rapid cooling hőelvezetővel spékelték meg, plusz a hozzájáró ventilátor hűtési felülete, illetve a sebessége is nőtt. A benchmark pontszámok egyszerűen kiválóak. Abszolút pariban van az egyetlen eddig tesztelt Snapdragon 8 Gen 3-as telefonnal, a RedMagic 9 Pro-val. 2 millió fölötti Antutu pontszám, 5000 pont fölött jár a Wildlife Extreme is, szóval tényleg bitangerős telefon. A stressz hasonlóan a Red Magichez nagyon szépen tartotta a csúcs teljesítményt végig, de sajna ugyanaz a helyzet itt is. Hogyha keményen túráztatod a telefont, a processzor erejét nem tudja önmagában kordában tartani, és a hátlapon ilyen 58 Celsius fokokat is mértem, konkrétan el kellett dobnom a telefont, olyan szinten forró volt. Ezen egyébként nagyon sokat tud segíteni a ventilátor. Végigmentem ugyanezen a teszten, és így már megállt 52 fok környékén, ami még mindig meleg, hogyha megfogod, de azért nem mindegy az a 6 Celsius különbség sem, és ezt ki is használja egyébként a telefon, a stabilitás hűtővel 94,4%-ra ugrott. A játékok többsége nem kínozza a mobilt ilyen szinten, mint ez a teszt, szóval ilyen melegedése nem kell számítani a játékoknál, de az is tény, hogy ez volt a legmelegebb általam tesztelt telefon az erőteszt alapján, de egyben a legerősebb is. A Rockfon 8 széria kamerában is újított, az 50 megapixeles főkamera most már egy IMX 890-es szenzor az Asus gimbal stabilizálása, a széleslátó látó továbbra is 13 megapixeles, ellenben kapott egy 32 megapixeles háromszoros telefotó kamerát, tehát abszolút látszik a fejlődési törekvés, és nyilván a fejlődés. A selfie kamera 32 megapixeles, a látószöge pedig 90 fokra nőtt. A telefotót az 5 megapixeles makró sínlette meg, Nyilván időzajelesen, bár hogyha kapott volna autofókuszt a széles látó, akkor ez a funkcionalitása sem veszett volna el a telefonnak. A képminőség viszont szerintem remek mindegyik kamerával, a főkamera képei a hat tengelyű stabilizátorral sosem voltak elmosódva, a színek szépek, nekem tetszik, amit látok, nappal, illetve éjszaka is. A főkamerához képest a szíles látó is egyébként korrekt minőséget hoz, nyilván nem egyezik meg vele teljesen, de bátran lehet használni, ahogy a háromszoros opciót is. Ezt megelőzően van egy kétszeres szenzor zoom is, a maximális közelítés pedig 30-szoros. A főkamerával lehet 8K 24 fps-ben is videózni, a képkocka szám miatt én ezt továbbra sem javasolnám, itt opció a 4 60 fps is, a szíles látó 4K 30-nál csatlakozik be, Ilyenkor egyébként lehet váltogatni közöttük, viszont ami számomra teljesen érthetetlen, hogy a 32 megapixeles telefotónál miért csak Full HD 60 fps a maximum. 8 megapixel kell a 4K felbontáshoz, de ez valamiért itt nem opció. Szerencsére ez frissítéssel javítható, és reméljük, hogy fogják is. Az akkumulátornál a valamit valamiért helyzet áll fent, az előtthöz képest 500-zal kisebb, azaz 5500 mAh lett a telep, de cserébe kaptunk 15 wattos vezeték nélküli töltést. Az üzemidőteszten azért látszik a különbség, ennek ellenére a Phone 8 Pro remek eredménnyel zárt, dinamikus módban 16 óra 53 perc alatt végzett, ami szerintem teljesen vállalható, nagyjából ennyit bír vegyes használat mellett. A vezetékes töltés az maradt 65 wattos, amivel 40 perc alatt van meg a teljes töltés. Összegezzünk! A sima Rockfon 8 Magyarországon 12 per 256 GB-os kiszerelésben és feketében lesz kapható 460 ezer forintos induló áron, a 16 per 512 GB-os Rockfon 8 Pro pedig 500 ezer forint lesz. Az alapmodell induló ára kb. 30 ezer forinttal lett magasabb az előtthöz képest, a Pro az viszont olcsóbb, mint anno az Ultimate. Viszont január 9 és február 4 között van egy Early Bird promóció, melynek keretében a ROG 8 Pro-t a sima 8 árán, vagyis 460 ezer forintért vihetett haza, több a RAM, illetve dupla a tárhely. Összegezve az Asus harmadik generációs Phone dizájnja azokat is megszólítaná, akiknek egy erős, kiváló hangszórójú és kijelző telefon kell viszonylag gyakori játékra, de emellett fontos a vízállóság és a vezeték nélküli töltés is. Ezt a teljesítményt megkapod közel féláron a Redmi 9 Pro-nál is, a kérdés már csak az, hogy ezek, illetve a rendesen fordított rendszer és a jobb kamerák megérik-e neked a felárat. És ha már új koncepció és dizájnváltás, kíváncsi vagyok, hogy lesz -e valami hasonló a zenfone ami nyilvánvalóan idén is frissülni fog. Nektek hogy tetszik egyébként ez az új irány? Írjátok meg! Nos, én köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor szokás szerint nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!